Az Európai Parlament az elmúlt héten megerősítette azt a tervezetet, miszerint hivatalos álláspontjuk lett, hogy egy állandó, felső létszám és időkorlát nélküli betelepítésű rendszert hoznának létre, mondta Gál King a fideszes európai parlamenti képviselő Egerben tartott lakossági fórumán. A politikus hozzátette, csak reménykedik abban, hogy az Európai Tanácsban az állam és a kormányfők keményebb álláspontot képviselnek majd, és nem ez lesz a végső álláspont, mert ez gyakorlatilag egy meghívót jelentene a bevándorlók számára. Legtöbben útlevél nélkül érkeznek, tehát így módon ez nem ellenőrizhető, illetve az, hogy most gazdasági vagy nem gazdasági bevándorló, pontosan jól tudjuk mindazt, amit itt láttunk annak idején Magyarországon is, hogy gyakorlatilag mindenki menekültnek nyilvánítja magát, függetlenül attól, hogy honnan jött. És azt látjuk, hogy gyakorlatilag bemondás után szét fogják őket osztani, és majd a konkrét vizsgálatokat az adott már abban a tagállamban kell lefolytatni, ahova elkerült a bevándorló. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, ez a hivatalos álláspont elfogadhatatlan. Gál Kinga elmondta, azért küzdenek, hogy ez ne történhessen meg, hogy a folyamatosan érkező bevándorlókat szétosztják a tagállamok között újra és újra. Tovább folynak a tárgyalások, és a politikus abban bízik, ez egy hosszas folyamat lesz.